Sportágakat, csapatokat, sportolókat hozott nehéz helyzetbe a koronavírus járvány, nem volt ez alól kivétel a nyírbátorias sem. Március közepéig rendben mentek a dolgok, aztán a versenynaptártól kezdve az edzés lehetőségeken át az egészségügyi protokollig borult minden, gyakorlatilag folyamatos újratervezésre kényszerültek a vezetők. A nyírbátori pingpong mindenese Csekő Sándor szerint a II. Világháború óta nem volt ilyen nehéz helyzetben az egyetemes sport. Megpróbáltuk, amennyire lehet túlélni ezt az egész időszakot, kezdve onnantól, hogy tavasszal le kellett állni durván 2 hónapra, akkor csak annyit tudtunk biztosítani, hogy karanténszerűen készült 4 versenyző, Szudi Ádám, Majoros Bence, Molnár Dávid és Tölgyel Zsorotya, hogy legalább ők ne essenek ki az edzési lehetőségtől, és ne érezzék meg nagyon ezt a áldatlan állapotot. Mi ennek is nagyon örültünk végül is, és ahogy el tudtunk indulni, akkor rögtön nagy üzembe dolgoztunk, és nem volt leállás a nyár folyamán, mert álltak a versenyzők, és akkor legalább tudtunk nagyon minőségi munkát végezni. Be tudtuk fejezni a MB2-es bajnokságot, meg női extraligás bajnokságot, valamint ahogy lehetőségünk nyílt, akkor elindultunk az országos masteri tenisz versenyeken. A nemzetközi versenyek elmaradtak, így a legjobbak számára maradtak az edzések. A nyírbátori Győrfi Tibor edzőközpont a kiemelt hazai edzésközpontok között van, így nem meglepő, hogy a férfi válogatott a helyi nevelési Majoros Bencével a soraiban 2-szer is a városban készült, de itt sem volt kihasználva a teljes kapacitás. Sajnos nekünk elmaradt 3 hét német edzőtábor a nyár folyamán, hogy ők nem mertek jönni. 2 hét román edzőtábor elmaradt, ami úgy szintén érzékenyen érintett bennünket, de legalább annyi volt, hogy 5-7 edzőtábort azért végig tudtunk rendesen megtartani, és ekkor szlovákok, románok jöttek ide, valamint itt készült Harci Zsolt és Tölgyes Dorottyával, aki a nyár folyamán Linzbe igazolt, és Linzbe is megállt egy kicsit az élet, és akkor a vezetőedző engedélyt kapott arra a kinti tulajdonosoktól, hogy Tölgyes Dorottyának segítse a felkészülését. Ez nagyon jó volt végül is, mert a mi szakmai gárdánk, akik a nyírbátori edzés munkát végzik, azok élesbe találkozhattak ilyen kaliberű edzővel. A következő évvel kapcsolatban még sok a kérdőjel. Az biztos, hogy a serdülő világbajnok Tölgyes Dorottya az osztrák Linzben folytatja pályafutását, és Majoros Bence tagja az olimpiai selejtező torna mezőnyének. A nyírbátori Jase férfi csapata ősszel 5 meccset játszott a bajnokság felfüggesztéséig az NB2 északkeleti csoportjában, és 4 győzelemmel, valamint egy döntetlennel az első helyen áll a tabellán.